a Boldog Új Évet! Én mindig Susu vagyok, és ez egy újabb napi vlog, amikor itthon vagyok, mert nekünk még ugye online tanítás van, de most már nem sokáig. Most amikor ezt a videót felveszem, egy hét múlva már iskolában leszünk, szóval azt már egyébként őszintén szólva várom. Szóval ilyen vége lett az első órámnak, ami amúgy matek volt. Pontosabban a második, első óram nem volt, így kezdődött ez 9-től, azért is tudtam egy kicsit jobban készülni reggel. Mint láthattátok, ne jegyetek meg, nem minden reggelem ilyen, ez egy ilyen különleges dolog. Ma velem jöttök a mai napon, egy kicsit így beszélgettünk, jól érezzük magunkat. Amúgy azért is választottam a mai napot, mert az átlagos 4-5 helyet csak 3 online órám van. Szóval most is van egy lyukas órám, most szerintem nézek egy kis YouTube-ot, elfoglalom magamat, mert egyrészt nincs annyira sok időm, de azért mégiscsak egy kis szünet mellett lesz egy dupla angolom. Thank you, I'm fine. Am I black and white? I don't know. It wasn't that much different. It was much more peaceful, if I could say. We weren't in such a rush. It was better that way, but... Hellóka! Szóval vége lett az angol óramnak. Most 1:30 van amúgy. Nem tudom, de most ilyen rizkatott vagyok. Szóval még nem lesz ebéd. De ebéd után szeretnék sütni valamit. Mert hát tudjuk, hogy szeretek sütni. És most még ki kéne találni, hogy mit szeretnék, szóval szerintem most azzal fog foglalkozni. Nem is kerüljön vissza. A receptre meg van már az általános ötletem, de még nem mondom el, az majd meglepi lesz. De most meg nem sokára ebédelünk, szóval most azt készítem el magamnak, vagy készülök elő hozzá, és még megnézem a receptet gyorsan. Amúgy a hangok azok természetesen a fiúk, mert ők hazajöttek a suliból. Mielőtt még neki látnánk a sütésnek, kimegyek egy kicsit a friss levegőre, mert hogyha sütés után mennék ki, akkor már sötét lenne. Mert ugye nagyon szeretjük a telet, nagyon korán sötétedik, most kimegyünk egy picit sorakozni, olvasni, mert olvasni szoktam ki. Öltözzetek fel, mert hideg van. Gyors helyzetjelentés 1. A fahéjas... Jó, kicsit furán látszik, de ez a fahéjas... Meg kettő rétegű muffintek. Nem mondtam ezt. Szóval, egy két rétegű muffint csinálok, mert elősztem csinálni, de ez a fahéjas réteg, ez kicsit máshogy alakult, mint szerettem volna, hogy kicsivel kevesebb lett, meg utána kicsit sűrűbb. Szóval úgy döntöttem, hogy ez lesz a töltelék. Az ilyen sima muffinomba. Most egyenlőre annál a vajat levertem ki. Szóval igazából jól állok, remélem ti is láttatok belőle valamit. A másik dolog az, hogy csináljunk teát. Tudom, kisebb tál is elég lett volna.
a muffinok, megpróbáltam kicsit mintát csalni bele fogpiszkálóval. Nem annyira, mint terveztem, de attól függetlenül mutatom. Ez talán egész szép lett, ha ráfókuszál, úgy. Ilyenek lettek, remélem majd sütés közben még szebbek lesznek, vagy szebbek lesznek. Most megy be körülbelül 18-20 perc a sütőbe, addig pedig takarítok. Ez nagyon finom lett. Meg is ettem már, nem is látszik. De nagyon jó lett. Szóval a következő dolog van. A testvéreim felvételiznek. Ugye amúgy ugye a basfliban, be én járok, vagy most már idéntől járok. És én készítem fel azért őket. És van felvétel, amit ki kell nekik javítsak. Utána pedig készek magamnak uzsonnát, és tudom is már, hogy mit, olyat, mit tegnap, mert ez annyira finom volt, és nagyon is szép volt, és azt mondja, muszáj nektek megmutassam, mert ez az olyan dolog, amit anyával kettentáltunk ki máshol, nem nagyon láttunk így leírva receptben. Szóval nem mondok egyenlően semmit, szóval most felvételt javítok, ebben nincsen semmi érdekes. Szóval annyi a lényege, hogy gyümölcsöt és túrót kell össze tud mixolni. Én fagyasztottat is tettem most be, de igazából nem muszáj. Banánnal a legideálisabb, akkor lesz a legkrémesebb. Ugye a többi gyümölcsnél több a víz, kicsit folyósabb lesz. És amúgy idén nem volt, mit kaptam karácsonyi videó, de ezt a kókusztálat karácsonyon kaptam, és nagyon szeretem. Amíg eszem az uzsimat, addig ki kell vizsgálom még egy felvételit, és nézek egy kis YouTube-ot. Az igazság, hogy most már tök sok idő eltelt, de nem nagyon csináltam semmit. Hogy hát igazából az interneten nézegettem dolgokat, mert alakítjuk át a szobámat egy kicsit. Egyébként akik régóta követnek, azok tudják, hogy ez az ágy sincs meg régóta, ez tényleg nagyon új. És még egy-két dolgot még keresünk, és azokat nézem az interneten. Meg a fiúknak kellett segítsük ugyanúgy a felvételibe, átbeszéltük. Szóval ilyenkor este egy kicsit ide lassul a dolog, így délután meg napközben tök sok mindent csalok. Most ilyenkor este már nem annyira, csak gondoltam, bejelentkezek. Köszönöm.